Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Villámrajt Kertvárosban. Hamar összegyűjtötte az ajánlásokat a Nemzeti Oldal jelöltje. Brázai Kastélypark fejlesztése Pellérden. Szurkolás, táncolás, siker. Világbajnoki bronzot hoztak a pécsi egyetemisták. Cseh Tamásra emlékeztek az Ördögkatlanon. Bérces László, Beck Zoltán és Csengei Balázs beszélgetős délutánja. Életének 92. évében elhunyt dr. Gyugyi László villamosmérnök, világhírű zsolnai gyűjtő, 2014 óta Pécs város díszpolgára, tudatta a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. 1933-ban Tamásiban született, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök hallgatójaként 1956-ban hagyta el Magyarországot. Először Londonban, majd Pittsburghben, az Egyesült Államokban telepedett le. 1974-ben vásárolta az első zsolnai kerámiát, és az azt követő évtizedekben létrehozta a zsolnai gyár aranykorát, a legszélesebb és legszínvonalasabb mértékben reprezentáló gyűjteményét. Neve Pécsett és Magyarországon gyűjteményének Pécsre hozatalát majd a Zsolnai negyedben megrendezett, a nevét is viselő kiállítás 2010. szeptember 1-i megnyitását követően vált széles körben ismerté. A kiállítás számos új zsolnai műremekkel gyarapította. Halálával nem csak a zsolnai márka híveit, de a teljes művészetkedvelő közönséget érte pótolhatatlan veszteség. Néhány óra alatt összeszedte a szükséges ajánlóívek többszörösét a Polgári Oldal jelöltje a pécsi Kertvárosban szombaton. Kővár János indul a 15-ös választókerületben az időközi választáson. A jelölt azt mondja, az utóbbi 5 évben elmaradtak ezen a területen a fejlesztések, ezen akar változtatni. Július 30-án jelentették be, hogy Kővár János indul a pécsi 15-ös választókerületben a Polgári Oldal támogatásával. A KDNP Fidesz ÖPEL jelöltje alig néhány óra alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlóíveket a választóktól augusztus 3-án. A politikus azt mondja, kötelességének érezte az indulást. Ebben a körzetben parlamenti képviselő is voltam 2010-14 között, és hát itt nem messze innen nőttem fel az Anikó utcában, úgyhogy ezt a területet kicsit így az otthonomnak is érzem, és mai napig is itt lakik édesanyám, és sok-sok ismerős. Úgyhogy egy erkölcsi kötelesség is, hogy induljak, és szükséges is, mert ebben az elmúlt 5 évben itt nem történt semmi, azon kívül, hogy a Nagy Imre utat felbontották, és másfél évig nem lehetett közlekedni. A fejlesztések elmaradtak a város ezen területén az elmúlt 5 évben, mondja a jelölt. Az ő képviselősége idején nem ezt tapasztalhatták az itt élők. Akkor újítottuk fel a Testvérvárosok Terei iskolát, akkor újítottuk fel a Merinda közösségi házat, orvosi rendelőket, óvodákat kezdtünk el felújítani, és akkor építettük az M60-as elkerülőt, hogy kerülje el ezt a városrészt, ne a Maléterpál úton közlekedjenek a teherautók. Tehát abban a 4 évben is már sok mindent tettünk, és ezt szeretnénk folytatni. Erre kész terveik vannak. Tudják, milyen fejlesztésekkel kell javítani a választókerület állapotát. Elsősorban egy panelprogrammal, ami szintén 5 éve jó magam kezdeményeztem újra, mert a 2000-es évek elején volt már ilyen, de sokáig nem. Viszont most már az épületek itt köröttünk láthatóan 40-50 éves épületek, és részben a szerkezeti problémákat is meg kell oldani, részben pedig hát az új kihívás, a klímaváltozásból adódó új kihívás, a hatalmas hőhullámok. Sokszor már élhetetlené teszik a nem szigetelt panellakásokat, úgyhogy egy átfogó fejlesztési programot szeretnénk megvalósítani. Jelenleg Kővári Jánoson kívül még 3-an igényeltek ajánlóíveket az induláshoz a pécsi 15-ös körzetben. A jobboldali jelölt azt mondja, a kampányban nem a többi indulóval akar foglalkozni. Azt a fejlesztési programot képviseli, amit a körzetben élőkkel meg tud majd valósítani. Mint ismert, július 9-én érvénytelen volt a választás eredménye ebben a pécsi körzetben. Ezért tartanak időközi választást, ahol a jelölt állítási folyamattól kezdve megismétlik a folyamatot. A voksolást szeptember 22-én tartják.
Közel 250 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az élhető települések tárgyú pályázati kiíráson Pellért község önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzati hivatal konzorciumban. Mindezt a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretén belül sikerült elérni. A projekt célja többek között a Pellért központjában elhelyezkedő nagy kiterjedésű közpark a hajdani Brázai kastély parkjának értékmegőrző fejlesztése. Volt. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően újul meg a Brázai kastély parkja a Baranyai Pellérden. A község önkormányzata a Baranya vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 243,84 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az élhető települések tárgyú pályázati kiíráson. Ezzel a fenntartható fejlődés sikerült elérni a településen. Ezzel a most megvalósult és lezárult beruházással is még élhetőbbé vált ez a település és ennek a környezete. Hogyha ezt az ünnepi pillanatot kihasználjuk arra, hogy egy kicsit mérleget vonjunk, akkor túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy a pellérdiek az elmúlt évek fejlesztéseinek a nyertesei közé tartoznak, hiszen a most záruló előző nagy megyei fejlesztési időszakban több mint 1 milliárd forint értékben valósultak meg itt a helyiek igényeinek megfelelően infrastrukturális fejlesztések és beruházások Pellérten, elég ha csak a település megközelítését segítő kerékpárút építését felidézem, a település jövője szempontjából meghatározó beruházásként utalok a bölcsöde fejlesztésére, illetve a település jövőbeni gyarapodását nagyban meghatározó helyi gazdaság élénkítését lehetővé tevő iparterület fejlesztésére is. Ezek a Brázai kastélypark fejlesztésével egészültek ki, ez két ütemben valósul meg, most az első végére értek. A növényzet, a kert, a játszóterek már kialakításra kerültek, az élhető település pályázati felhíváson elnyert fejlesztési forrás felhasználásával, a következő időszakban pedig egy olyan fejlesztésre, egy olyan különleges fejlesztésre kerül sor, amely tovább fogja növelni meggyőződésem szerint nem csak Pellért, de egész Baranya turisztikai vonzerejét. A projekt célja a Pellért központjában elhelyezkedő nagy kiterjedésű közpark, a hajdani Brázai kastély parkjának értékmegőrző fejlesztése, a település vonzereinek megtartása, az itt élők életminőségének javítása, ezzel együtt pedig az elvándorlás fékezése volt. A beruházás keretében a korábbi Röntgen játszótér közel 800 négyzetméter alapterületű különböző korcsapatok számára alkalmas játszótér kerül kialakításra, több irányba vezető térkőburkolatú sétány épült, megújultak az egyes területeket összekötő gyaloghidak korlátelemei, sétányok mentén közvilágítás épült, közel 1200 négyzetméter alapterületű zárt kutyakuttatót alakítottunk ki, a kutyusok itatását lehetővé tévő kutta, valamint utcabútorok, okospad és ivókutak kerültek telepítésre. Erre a projektre egy újabb épül. A dísztó és környezete, a barlang is megújul, és egy új turisztikai épület is létesül a parkban. Figyelemmel kísérve a park fokozott és a magas eszmei értéke rendelkező környezetvédelmét. A beruházás keretében a korábbi Röntgen játszótér közel 800 négyzetméter alapterületű különböző korcsapatok számára alkalmas játszótér kerül kialakításra, több irányba vezető térkőburkolatú sétány épült, megújultak az egyes területeket összekötő gyaloghidak korlátelemei, sétányok mentén közvilágítás épült, közel 1200 négyzetméter alapterületű zárt kutyakuttatót alakítottunk ki, a kutyusok itatását lehetővé tévő kutta, valamint utcabútorok, okospad és ivókutak kerültek telepítésre. Wifi hálózat és közterületi kamerarendszer került kialakításra. A dísztó mellett a barlang tetejére vezető sétány létesült, a beruházásnak köszönhetően kastélypark növényállománya megújult, a klímaváltozásnak megfelelő őshonos növények telepítése által változatos fajösszetételű növényállomány került létrehozásra. A projekt célcsoportját alapvetően a település lakossága, azon belül elsődlegesen a fiatal korosztály, a családos felnőttek alkotják. A közpark megközelíthetősége akadálymentes lett. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósult meg. Rövid híreink következnek.
A magyar dinnye kiváló minőségének, sokszínű felhasználási lehetőségének bemutatását célzó fogyasztás ösztönző kampányt indított az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kiemelte, Magyarországon a dinnye termőterület folyamatosan bővül, az idén az előző évhez képest 30%-kal nagyobb területen, 3665 hektáron folyik a termelés. Felidézte, hogy a mozzáruló vidékfejlesztési programban mintegy 7000 kertészet részesült 190 milliárd forint támogatásban, ezzel 380 milliárd forint fejlesztés valósul meg. Az idén a kertészetek támogatására szeptember 24-től újabb pályázatra lehet jelentkezni. A NAV baranyai munkatársai augusztus 5-e és 11-e között kedden Pécsett a Pláza vendéglátóhelyeit, szerdán szintén Pécsett a Kürtös kalácsárusokat, csütörtökön Mohácson az optikai üzleteket, valamint a hét minden napján a vármegyében árusító szezonális zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá a Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál Abaliget, illetve a Siklósi Várfesztivál árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. Bronzérmet nyert csapatban és 6. helyet szerzett hip-hop duóban a magyar cheerleading válogatott Splitben az egyetemelt cheerleading világbajnokságán augusztus 4-én. A csapat többségét pécsi egyetemisták alkotják, a szakmai vezető is pécsi szakember, őt kérdeztük a versenyről. Csillogó ruhák, kiegészítők, látványos előadás ezeken a korábbi felvételeken. A Pécsi Egyetem táncosainak előadását díjazták az egyetemek cheerleading világbajnokságán is Splitben augusztus 4-én. Mi ugye a hip-hop csapatban és duóban voltunk érintettek, a hip-hop csapat 3. helyezést ért el, a duó pedig 6. helyen végzett, úgyhogy az első 3 ázsiai versenyző volt, utána ausztrál, és aztán egy horvát, és utána következett a magyar duó. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk mind a két eredményre. És ez egy nagyon érdekes szerkesztésű verseny volt, ugyanis 3 nap alatt 3-szor kellett eltáncolnunk a gyakorlatokat minden csapatnak, és így jött ki a végső eredmény, a végső sorrend. Minden nap egyre magasabb pontszámot értek el, kétszer is javítani tudtak. Így született meg végül ez a remek eredmény, mondja a versenyről a válogatott szakmai vezetője. A VB-n a magyar egyetemi csapat többségét pécsi hallgatók alkották. A Pécsi Tudományegyetemről 16 hallgató, a Szegedi Tudományegyetemről 1 hallgató, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetem frissen végzett, mert még aki egy éven belül végez, ők is részt vehetnek. Tehát így 18-an alkották a hip-hop csapatot, illetve ezen kívül hip-hop duóban is indultunk. Ez pedig a Pécsi Tudományegyetem 2 hallgatója volt, Zab Johanna és Tóth Petra. A duó a hazai egyetemi bajnokságot nyerte meg, így vehettek részt a világbajnokságon. Legtöbbször amerikai sporteseményeken vagy éppen filmekben látni szurkolói tánccsoportokat, akik lelkesen buzdítják a csapatokat. A VB-n is jellemző volt ez a mentalitás. Egy nagyon jó hangulatú, nagyszerűen szervezett eseményről beszélünk, egymásnak szurkoltak a csapatok, tehát tényleg ugye a csír, a szurkolás, buzdítás szóból ered, úgyhogy ezt maximálisan teljesítette mindenki. Ázsiából Kína, Japán, Tajvan volt itt, akkor az Amerikai Egyesült Államok és Kanada, aztán Ausztráliából is volt csapat, Európából, több országból. Összesen 13 ország sportolói mérettették meg magukat a világbajnokságon. A szakmai vezető szerint az elkötelezettség és a szisztematikus építkezés a két pillér, amikre a csapat épített, ennek köszönhetően szerepeltek sikeresen a világversenyen. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
27 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 7, szombaton 14, vasárnap 4 jogellenesen az országban tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak két határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigi legtöbb, 127 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A 17. Ördögkatlan Fesztiválon is megemlékeztek Cseh Tamásról, a katlan egyik örökös fővédnökéről, aki idén lenne 81 éves. Lemezbemutató, zenehallgatás, beszélgetés várta a nagy érdeműt Nagyharsányban, a Narancsligetben. Szinte zsúfolásig megtelt a kiállító tér a Cseh Tamás Veszten dalok című programján. A 17. Ördögkatlan Fesztivál egyik örökös fővédnöke Cseh Tamás. A beszélgetős délután Bérces László egyik alapító, Csengei Balázs szerkesztő, a Cseh Tamás archívum munkatársa és Beck Zoltán zenész társaságában zajlott a lemezbemutató zenehallgatás. Archívum gyűjt, és az archívum mindent összegyűjt. Tehát az ő dolguk, hogy az ördögkatlan dolga inkább annak a hogy mondjam, a közös énekléseknek a megidézése. Tehát mi inkább ezzel járulunk hozzá. Tehát minden este van olyan, hogy általában egy-egy ismertebb mai dalos, mint Kollár Klemenc László, vagy tegnap este Lovasi Andris, az emberekkel együtt Tamásnak a dalait, ez a tábortűzi éneklés. Tehát mi itt a Katlanban, amit én nem is fesztiválnak, hanem kulturális közösségi eseménynek nevezek, a közösségteremtés, és Tamás a dalaival pontosan ezt teremtette meg. Tehát a Katlan felől inkább ez az ő megidézése. Cseh Tamás érvényes dalokat játszott érvényes módon. Egy Cseh Tamás dalban nem az a nagy ügy, hogy azt zenei, technikai vagy bármilyen módon hogyan formálod meg, persze az is egy feladat. De alapvetően a valódi kérdés az, hogy ennek a dalnak, hogy ebben a dalban álló egy személy, az ténylegesen a dalban lakik-e, amikor énekel. És a Tamás ereje valószínűleg ez, hogy nem hagyja magára a dalait. Szóval nem, a dalokat nem csak elénekli, hanem beleköltözik azokba a dalokba. Azért hiszük el talán a legnaívabb, hát ma hallgattunk western dalokat, klasszikusan ezeket a western dalokat, amik azért alapvetően naív történetek, szép, könnyű western toposzok, amik az emberi élet sarkos toposzai. De egyszerűen az, hogy a Tamás képes arra, hogy beleköltözik ezeknek a figuráknak a belső pozíciójába, és onnan kezd el mesélni, ezért aztán a legbanálisabb történet is, és mélyé, személyessé, és hát nem tudom, egész estés filmé nő meg, miközben egy 3 perces dalocskát hallgatunk. Az albumon ritkán vagy soha nem hallott vagy nyugati témájú Cseh Tamás dalok kiadatlan hangfelvételek csendültek fel. Az emlékezés pedig nagyon jó volt Nagyharsányban, a Narancsligetben. A régió híreivel folytatjuk. Egy jogszabálytervezet szerint szeptembertől korlátoznák a mobiltelefon használatot az iskolákban. A témával már korábban is foglalkoztunk, ezúttal diákok véleményét kérdeztük. Az iskolákba korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára számolt be. Ez alapján nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okoseszközök. Erről kérdeztük a diákokat. Diákként ugye a diákoknak nekünk nagyon rossz, de valamilyen irányba jó, mert a gyerekek akkor figyelnek, az órákon tanulnak valamit. Nagyjából ennyi igazából. Lehet jó ötlet, mert a diákok többet beszélgetnek, nem telefonozik annyit, nagyobb a társaság. Úgyhogy szerintem lehet, hogy jó ötlet. A korábbiakban a kormány digitális konzultációt folytatott le. Ebben a tanárok és az igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobil használat szabályozását, mert az eltereli a diákok figyelmét. Mostanában az online oktatás miatt nagyon sok tanár ugye digitálisan adja meg nekünk, és én a Garaiba jártam, ott is nagyon sok olyan óra volt, amikor azon tanultunk, azon kaptunk valamilyen feladatot, szóval nem hiszem, hogy ez annyira fontos lenne így.
korlátozni. Értem. Mert hogy vannak olyan tanárok, akik mondják, hogy tegyük el, akkor el is tesszük, és nem szoktunk nagyon telefonozni órákon. Mobiltelefonozást korlátozó szabályok már jelenleg is működnek több intézményben, például az egyik dombóvári iskolában is. Szerintem ez azért jó ötlet, mert a diákok nem a mobiltelefonra fognak koncentrálni, hanem a tanulásra, és a mi iskolánkba lehet vinni telefon, de kikapcsolt állapotban, és csak nap végén lehet elővenni. Fontos ugyanakkor, hogy a tervezet szerint természetesen megmarad a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után, szükséges esetben a szüleikkel a kapcsolatot ezen keresztül is tarthatják. Továbbá, ha a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor azt a tanár engedélyével bevihetik tanórára is. Kedvezményes áru burgonyára, hagymára lehet a napokba jelentkezni nyugdíjasoknak és nagycsaládosoknak a mentálhigiénés műhely önkéntes nyugdíjas tagozatánál Szekszárdon. A szervezet célja, hogy segítse azokat, akiknek kevés a jövedelmük, és nehezen tudják kigazdálkodni a mindennapi megélhetéshez szükséges élelmiszereket. Zádor Béláné 18 éve önkéntes munkatársa a műhelynek. Minden évben segítséget nyújt abban, hogy minél többen hozzájussanak a kedvező összegű zöldségekhez. Kedden és pénteken van fogadónapunk, ilyenkor fogadjuk a nyugdíjasokat és ügyes-bajos dolgaikat próbáljuk intézni. Minden évben szervezünk élelmiszerakciókat, most éppen a hagyma és a burgonya akciót szervezzük. Eddig már a kimutatásaim szerint már 66-an jelentkeztek a pár nap alatt, és a megyéből a különböző falvak nyugdíjas szervezetei is jelezték, hogy segítséget kérnek. Ők összeírják az igényeket, nekünk leadják a megrendelést, és mi továbbítjuk a termelőnek a miénkkel együtt. Akik benyújtják igényeiket az irodában, azokat később telefonon értesítik, hogy mikor vehető át a kért élelmiszer a Gemenc parkolóban. A szervezet régóta kezdeményez ilyen akciókat. 18 év óta csináljuk ezeket az élelmiszerakciókat, a termelővel nagyon jó kapcsolatunk van, mindig ugyanaz a termelő hozza nekünk, és ő mindig a piaci árak alatt adja nekünk a terméket, azért, hogy ő is ezzel segítsen nyugdíjasokat és nagycsaládosokat. Jelentős támogatás ez azok számára, akiknek a bolti árat nehéz kigazdálkodni a kevés jövedelméből, nyugdíjából. A burgonyának és a hagymának kilója 167 forint, a lila hagymának pedig 250 forint kilója. A következő hónapokban almát, mézet és mákot lehet majd jutányosabb összegért beszerezni a csoport segítségével. Közös kenyérsütéssel, citerazenével, főzéssel és gyermekprogramokkal készülnek Szent Gálos kéren a kenyér ünnepére. A kissomogyi településen már hagyomány, hogy a helyiek együtt töltik ezt a napot. Jaj, de sokat fáztam alatta. Népdalokkal mulatták az időt a Szent Gálos kéri napsugár egyesület tagjai, amíg az udvari kemencében sült a kenyér. A településen büszkék a hagyományokra, szívesen készítik el maguk a kenyeret, igaz, ma már géppel kelesztik azt. Szitáljuk a lisztet, hozzárakjuk a sót, kimérünk egy liter vizet, beleteszünk egy élesztőt, azt felfuttatjuk, és beletesszük a keresztőbe, és akkor hozzáöntjük a lisztet, és megkeverjük a géppel. Akkor, mikor már teljesen sima, látjuk, hogy kisimult a tészta, akkor bent hagyjuk a keresztőbe egy fél órát. Akkor, mikor megvan a fél óra, akkor megkevertetjük a géppel újra, kivesszük, és akkor megformázzuk. Akkor megint egy fél órát pihentetjük, és akkor beletesszük ezekbe a kis formákba, és akkor ott meg kell. Egy órát kelesztik, aztán a kemencében nagyjából 50 percig sütik. A friss, ropogós cipó nem csak kinézetében, hanem ízében is teljesen eltér a ma boltban kapható kenyerektől. Szent Gálos kéren csütörtökön tartották meg a sütés főpróbáját. A településen ugyanis a kenyér ünnepén szeretnék majd elkészíteni a tökéletes cipót. Az asszonyoknak Lukács József pékmester is segített. A polgármester Szabó Péter azt mondja, az ilyen jellegű programok összehozzák a helyieket. Hogy tartsuk össze a közösséget,
és legyen szó bármilyen rendezvényről, adunk neki egy nevet, mindenképp az, én legalábbis személy szerint arra törekszem, hogy a településünk lakóit mindig valahogy összehozzuk egy-egy ilyen rendezvényen, nekünk elég összetett településünk van, és nagyok a kilométerek egymás között egyik utca végétől a másikig, és ha más nem, akkor, amikor egy-egy rendezvény van, akkor találkoznak ezek az utcabeliek, és egy jót beszélgethetnek. Augusztus 19-én a közös kenyérsütés mellett citera zenével, főzéssel és gyerekprogramokkal készülnek Szentgáloskéren a kenyér ünnepén. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Villámrajt Kertvárosban hamar összegyűjtötte az ajánlásokat a Nemzeti Oldal jelöltje. Brázai Kastélypark fejlesztése Pellérden. Szurkolás, táncolás, siker. Világbajnoki bronzot hoztak a pécsi egyetemisták. Cseh Tamásra emlékeztek az Ördögkatlanon. Bérces László, Beck Zoltán és Csengei Balázs beszélgetős délutánja. Kedden sok napsütésre számíthatunk, azonban északkeleten elszórtan még előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. Csak helyenként érénkülhet meg a szél. Délelőtt 23-27, délután 28-33 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!